Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel két napra szól. Június 19-ére és június 20-ára. Az indiai számítás szerint a nap az ikrek jegyében van, a levegő elemében. A hold pedig a vízöntő jegyében, és a vízöntő jegye szintén a levegő eleméhez tartozik. Tehát a napokban megvan itt a könnyűség, megvannak az ötletek, a tervek, itt van mozgás, lesz kommunikáció, és az a fontos, hogy valamit olyan viccesen tekints. Legyen meg ez a könnyűség. Mivel mindkét jegy a levegő eleméhez tartozik, ez jelenti a belső egyensúlyt is. És mi fellélegezhetünk a napokban, történik valami kellemes. Jupiter bolygó nagyon jó hatással van, ez kihathat egy bírósági ügyre, ahol előre mennek az események, vagy ha átéltél valamit, amit eddig igazságtalannak láttál, itt rendeződnek a dolgok. Nagyon erős Mars energia van, hiszen az indiai számítás szerint Mars bolygó az a kos jegyében van, és uralkodik a kos jegye felett, tehát otthon érzi magát. Ez jelenti az életerőt, a bátorságot, a lelkesedést, a szenvedélyeket. Ami viszont Vénusz bolygót illeti. Vénusz bolygó a bika jegyében van, itt otthon érzi magát, hiszen uralkodik a bika jegye felett. De Vénusz bolygó az a Dasa-Szandi energia mezőben van, ami egy átmeneti állapotra utal. És az azt jelenti, hogy le kell valamit zárni a múltból. És lesz egy új kezdet, de legyünk még kicsit türelmesek, mert ez június 21-e után alakul majd így ki. Jelenleg, tehát 19-én, 20-án még van itt egy akadály, hiszen a hold és Vénusz bolygó nincs jó kapcsolatban. Ez lehet egy nő is a környezetben, aki megpróbál megbántani téged, kihat az érzelmeidre, és vannak itt olyan beszélgetések, ami itt most a napokban kellemetlen lehet. De 21-e után változik a helyzet. A hold a Satabisa holdházban található, és ez szerencsét hozhat. Azon kívül ez a holdház jelenti a gyógyulást, a gyógyító erőt is. Az a fontos, hogy bíz az isteni hatalomban, hogy ez által rendeződik valami, hiszen itt lesznek kármikus témák. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!